A műsor helyszínét a Nautilus hajós bár biztosította. Műsorunkat a Cakkumpak Bistro támogatta. A műsorvezetők sminkjét Réz Loren készítette. Köszöntünk mindenkit, ez itt a Nyári Szemle legújabb adása. Igen, ismét itt vagyunk a Nautilus hajósbáron, kiszabadultunk a stúdióból, kicsit borúsabb az idő, de hát azért mégis jobb itt a hajón. Az biztos, ahogy megszokhatták, számos érdekes témával, zenével, finomsággal, és persze a finom hazai rovatunkkal is jövünk. Igen, készültünk egy kis motoros baleset megelőzési témával, illetve felhívjuk a kedves kirándulni vágyók és turisták, túrázók figyelmét arra, hogy mire figyeljenek oda, mielőtt útnak indulnak, illetve mikor már kint vannak a terepen. Így van, de itt eszünk Kollányi Zsuzsi és Németh Zsolti is, akik zenélni fognak nekünk, de maga Petőfi Sándor is ellátogat hozzá. Így van, Bánföldi Szilárd személyében, illetve Bánföldi Szilárd lesz a megszemélyisítője, aki ugye színművész és Esztergomhoz is kapcsolódik, de hogy pontosan miről is lesz szó, hát akkor tartsanak velünk, és nézzük meg. A motoros szezon már egy jó ideje elkezdődött, mert azért most már hosszú ideje van szép idő, úgyhogy a motorosok birtokba vették az utakat, és ugye felfrissítették az eszközeiket azért, hogy élvezzék ezt a fajta. Hát lehet sportnak is, kikapcsolódásnak, szabadidőnek, és egy életérzésnek is nevezni. Szia Kata, köszöntünk itt téged! Szép napot, szia. Sziasztok! Igen, életérzésnek, szabadságnak egy csomó kifejezést használnak erre, ami szerintem talán mindenkire igaz, hogy ez szenvedély, ez csak abból lehet csinálni, pont ezért van ennyi baleset egyébként, mert az ember ráül és lehúzzák a rólon. Na igen, majd mindjárt erről is beszélünk egyébként. Neked, téged mikor kapott el ez az életérzés amúgy? Hát a testvéremnek köszönhetően én egész kicsi korom óta ülök motoron, eleinte ugye mögötte ültem, mindig szerintem talán hamarabb ültem motoron, mint biciklin. Az egész családunkban mindenki motorozik, úgyhogy egész pici korom óta. Nagy motorjogosítványom 2,5 éve van, tehát azóta vagyok, úgyhogy egyedül ülök elől a motoron, és óriási élmény. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy mi a fontos, amikor egy motoros útnak indul, milyen felszereléssel kéne rendelkezni. Itt a kedves nézők már láthatnak az asztalon pár biztonsági felszerelést. Nagyon gyakran sajnos látni olyat, hogy valaki fölpattan papucsba, pólóba, rövidgatjába egy motorra. A nagy motorra, most a robogokat is adjuk. Tehát, hogy mi az, amire nagyon oda kell figyelni. Elsősorban ugye, ami kötelező és hivatalosan kérheti a rendőrség, és muszáj, hogy rajtunk legyen, az a bukósisank. Ezután, ami javallott, hogy legyen rajtunk, az ugye egy kesztyű, ami protektoros legyen, ha lehet, legyen rajtunk egy csizma, egy rendes motoros csizma, legyen egy térdvédő, és fölül egy olyan védőfelszerelés, ami vagy a kabátban rögzítve van, egy válvédő, egy gerincvédő, ami ugye talán a legfontosabb, vagy pedig egy páncél, egy protektoring, amit akár egy pólóra is föl lehet venni, de végig ezen a hálón keresztül ugye műanyag protektorok fedik a felső testet. Talán ezek, amik a legfontosabbak. Nyáron ugye a nagy melegben amúgy is az aszfalt is ontja magából a meleget, a motor is, tehát tényleg óriási megerőltet. Nem? Igen. Egy ilyen 40 fokban most megjön majd a hullám azért. Így van, és ahogy mondtam, mivel azért nagyon sokan szenvedélyből ülnek rá, na hát ez az első, amit elenged. Jó, a sisak az kötelező, és akkor azon kívül csak érjen a szél, és az életérzés, hogy érzed a szelet, nem úgy, mint az autóban, ez nagyon jó. Csak amit szoktunk mondani egyébként, mert robogóra is ajánlott, ugyanis egy robogóval is elüthetnek, kikanyarodhatnak eléd, 20-szer is eleshetsz úgy, hogy ráég a bőröd az aszfaltra, ami ugye forró, meg csúszol rajta. Úgyhogy azért ez egy veszélyes dolog, és tudomásul kell venni, hogy aki ezt választja, és használja, és ezzel közlekedik, az igenis készüljön rá fel, és öltözön föl. Hallod, Marci? Téged ez a veszély nem téged? Tényleg ültél már motoron? Nem. Nem, még úgysem. Na. Kata, aztán ha itt ennél tartunk, ugye a baleseteket említetted. Volt már róla szó egyébként nálunk is a statisztikákról, de te mit hallottál ebben az idényben? Jobbak vagy rosszabbak a statisztikai adatok a baleseteket tekintve? A mi rémútunkon jobbak az adatok, ez a bajna héreg, amit mindig emlegetünk, itt egy picit jobb, viszont most telefonáltam, mielőtt jöttem, készültem, hogy milyenek a baleseti statisztikák. Itt a mi környékünkön szerencsére jobb, viszont nagyon sok mostanában az olyan baleset, aminél a motoros a vétlen. És amit én szoktam ugye mondani, hogy a motorosok is lehetnek angyalok, hogy mindig ránk van fogva, hogy minden miattunk van, és mi vagyunk a rémei az utaknak. És most idén
szinte a baleseteknek a java része nem a gyorshajtás és a motoros figyelmetlensége, hanem az autó nem miatt van. Nem adta meg van. Az elsőbséget. Így van, kikanyarodott a kereszteződésnél. Jobbra néz, balra néz, és mire megint visszanéz, már ott a motoros. Ehhez nyilván kell egy sebesség is, de talán az autósok nagy többsége nem méri fel, nem is veszi észre. Kisebb a motoros is, főleg a Magyarországon nem tudjuk miért, de ez a feketében öltözni, ez még mindig ilyen óriási divat és valami berögződés, és ha nincs rajtunk semmi látható, akkor az autós valóban nagyon nehezen vesz észre. Szemből süt a nap, fáradtabb, melege van, nem vesz észre, és kikanyarodik. És idén nagyon sok ilyen volt, hogy figyelmetlen volt az autós, bicikli is kanyarodott a motoros elé, meg ilyesmi, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. És van egyfajta örök harc az autósok, motorosok közt az utakon azért, tehát ezt el lehet mondani. Mit ajánlanál, mire figyeljenek oda az autósok is, illetve a motorosok is a közlekedésben? Ugye van egyfajta ilyen, na majd letolom, mit jön ide, tehát egy ilyen harc. Kiteszi a vállát az autós, nem, akkor se engedem el. Igen, meg ráthúzza a kormányt. Egyébként az a tapasztalatunk valami csoda folytán, hogy két véglet van. Az egyik, hogy már annyira lehúzódik, hogy elférje, hogy szinte rámegy a szélén a murvára, a port csinál, és mondjuk felveri rád a kavics. Ilyen is előfordul, de szerintem egyre több egyébként az olyan autós, aki észreveszi, hogy ott vagy mögötte, és segít, hogy elhaladhass mellette. Szerintem most több az ilyen, mint az erőszakos ellenségeskedő, de olyan is van bőven, és olyan is van, aki tényleg szándékosan láthatóan azért húzza rád a kormányt, hogy nehogy már te el tudj menni. Itt azért azt megjegyezném, hogy az autó, én ugye autót is vezetek, van egy légkondi ott bent, egy kényelem, amikor ott vagy motorra és arra szólsz a sorban, akkor nem biztos, hogy azért megyünk el, mert mi most le akarjuk előzni, ilyenkor kikerüljük a sort, elhaladunk mellett, és ezt azért tesszük, mert nincs légkondi, majd meghalunk a motoron, olyan meleged van, a sisak, a kesztyű, a jó esetben a védőfelszerelés, és hogy segítsék az elhaladást, mert igazából ez nekünk egy gyakorlatilag egy baromi kényelmetlen helyzet, amikor arra szólunk a meleg aszfalton a sok autó között, tehát nagyon meleg, úgyhogy nem mindig azért történik ez. Segíts, vagy cáfolj rám, de én azt is tudom, hogy például amikor városi közlekedést nézzük, a kreszt, akkor a motorosok, robogósok, motorosok kielőzhetik az autósort egy piros lámpánál. Így van, elhaladhatunk mellette, lassú menetben elhaladhatunk figyelmesen, és beállhatunk előre, úgyhogy nem zavarunk senkit, meg nem okozunk ezzel balesetet. Tehát ezzel nehogy valaki meglepődjön, hogy így van, és tényleg nem azért csináljuk, mert most mindenképp eléjük akarunk menni, hanem hogy legyen egy menetcél folyamatosan. Abszolút, meg azért a motorozásnak ez is egy, mondjuk ha használjuk, nézzük, egy előny. Így van, a parkoláson túl. És az autósok mehetnek motorral is, úgyhogy nem kell irigykedni, mert sokan szerintem egyszerűen csak soha nem merte megcsinálni, vagy nem volt pénze venni, vagy nem tudom milyen okból, és akkor van egy ilyen ellenségeskedés. Hát igen. Úgyhogy, ti együttműködtök azért a rendőrséggel, vagy te is együttműködsz a Baleset Megelőzési Bizottsággal, rendőrséggel. Hogyan zajlik ez a munka, illetve mennyire eredményes, hogyan tudtok jól együtt dolgozni, ez azért egy különleges helyzet. Igen, én azt gondolom, hogy páratlan egyébként így itthon ez a szituáció. Meg szokták kérdezni a véleményünket, hogyha van egy olyan útszakasz, ami mondjuk felújításra került, és nagyon jó az aszfalt, hogy honnan jönnek, merről jönnek, milyen táblát helyezzenek ki, milyen figyelmeztetés az, amit egy motoros tutira észrevesz, nem megy el mellette, mert már ezer helyen látta, és nem hívja fel eléggé a figyelmet. Úgyhogy van egy ilyen oda-vissza kommunikáció, illetve mi is szoktuk jelezni, ha a motorosok jeleznek, hogy van egy olyan lámpa, vagy egy olyan kereszteződés, ahol egyszerűen nem vesznek észre, vagy ők kellemetlen átmenni. Úgyhogy egy ilyen szócső vagyunk, amit szoktam emlegetni a motorosok és a rendőrség között, ami egyébként tök jó, és lehetne máshol is használni, mert sokkal előrébb haladunk így, mint egy ilyen ellenségeskedve. Ez a jó kapcsolat összevőni. Egyébként nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mennyit tudtok akár az utakon is felhívó jelleggel elhelyezni táblákat, stb. És ezzel megakadályozni a tragédiákat. Ez biztos, hogy jó. Aztán hát a 8., most a 8 éve motorosok is lehetnek angyalok. Hogy megy az idő? Majd erről, hogy kezdődött, emlékszel-e még rá, és most hova nőtte ki magát? Igen, 2015-ben volt az első rendezvényünk, ami ugye a kórház felé a hálánk és tiszteletünk jeléül szerveztük meg. 189 motoros jött el először, és 486.000 forintot adtunk át. Most tavaly 738 motoros jött el, tavaly már úgy volt, hogy szinte mindenki utassal érkezett, tehát több mint 1000 embert mozgattunk meg, és több mint 3 millió forintot adtunk át a kórháznak. Úgyhogy idén lesz a 8., most ha belegondolunk, a 10-nél valami óriási nagy durranás, aki
készülünk, de minden évben próbálunk valami kis meglepetést, vagy valami extra műsort belerakni, és most már külföldről is jönnek, Ausztriából, hát Szlovákiából rengetegen, ugye, és messziről Debrecen, Pécs, Szeged, úgyhogy azt gondolom, hogy büszkén mondhatom, és örömmel, hogy kinőttük magunkat, és ez óriási örömmel tölt el. Igen, és hát elmondható, hogy a motorosok milyen erős közösséget tudnak alkotni azért. Tehát. Így van. Volt rá példa, ugye, hogy ha kórházba kerültetek, ez talán onnan is jött ez az ötlet, hogy nagyon hálásak voltatok, és nagyon jó ellátást kaptatok itt az esztergomi. Igen, a testvérem életét mentették meg gyakorlatilag itt. Ő egész kicsi kora óta motorozik, és nem motoros baleset kapcsán került be a kórházba, egy teljesen más betegség kapcsán, és én ott a folyosón mondtam, hogy ha most ez túléli, és kijön innen, akkor én esküszöm bármire, hogy én minden évben szervezek egy rendezvényt azért, hogy ezt megháláljuk a kórháznak, és ez azóta is működik egyébként. És most már hál' Istennek ő is motoron is részt tud venni, mert túl vagyunk az egész dolgon. Úgyhogy meggyógyult, igen. Szuper. Hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és sok sikert a következő rendezvényhez. Én köszönöm a lehetőséget. Ismét különleges játékkérdéssel készültünk önöknek. Játszanak velünk most is értékes nyereményekért. Hogy mondják a Dunát angolul? A. Donau. B. Danube. Vagy pedig C. Donauhö. A megfejtéseket a játék@rtvl.hu e-mail címre várjuk. A nyeremény egy családi jegy az egyik Dunakanyar körjáratra, a Mahart Passznáve jóvoltából. Az előző heti nyertesünk, Harmat Károly, gratulálunk! Több túrázó baleset is történt az elmúlt időszakban a Börzsönyben és a Pilisben is, és most meghívtuk Kondé Zsolt túravezetőt, hogy egy kicsit elmondjuk a kedves nézőknek, illetve kirándulni vágyóknak, indulóknak, hogy mire is kell odafigyelni a túrázáskor, illetve előtte. Szervusz, szia, köszöntünk itt. Szia. Sziasztok. Hát elsősorban ugye a legfontosabb, amikor elindulunk, mi az, amit összecsomagoljunk, mire készüljünk, hogyan induljunk neki a túrázásnak? Hát ez nyilván évszakfüggő is. Én nem szeretem, hogyha egyébként nagyon sok fölösleges holmi van bepakolva. El szokták követni ezt a hibát olykor túrázók, hogy fölösleges lényegtelen holmikat is magukkal visznek. Én azt gondolom, itt Magyarország viszonylatban egy 10, maximum 20 literes hátizsák bőven elegendő. A leglényegesebb, ami mindig nálunk kell legyen, az megfelelő mennyiségű folyadék, vagy pedig tudnunk kell, hogy az utunk során esetleg forrásból egyéb helyen fogunk-e tudni vételezni magunkhoz. Ezt tartanám a legfontosabbnak, illetve egy megfelelő lábbelinek a felvételét, nyilván évszakfüggően egy túracipő vagy egy túrabakancs, és hogyha ezek megvannak és kinéztük a túraútonat, akkor nagyjából egyébként már indulhatunk is. Nyilván, hogy esetlegesen az időjárás előjelzés függvényében, hogyha prognosztizálnak esőt a nap folyamán, akkor érdemes betenni egy esőkabátot, vagy egy softshell jacket. Télen én beszoktam tenni egy váltó pólót, hogyha fölfelé megyek ilyen magaslatra, és mikor felérek, akkor utána ereszkedésnél ugye nem olyan intenzív a mozgás, és akkor könnyebben fázik az ember, és én szoktam ott egy pólót cserélni. Tehát ezeket a dolgokat javaslom leginkább. Aztán halljuk, ugye, amit Marci is mondott a bevezetőben, hogy mégiscsak vannak balesetek, mert hát lecsúsznak, elcsúsznak, de még talán az eltévedés is, majd erről is beszélünk, amikor a baleset lényege az, hogy nem találnak vissza, vagy nem találják, hogy benne van a túra vége. Szóval kezdjük ezzel a balesetekkel. Most is ugye az elmúlt napokban is egyébként itt a környékben is volt ilyen hasonló baleset. Ezeket hogyan tudjuk megelőzni, mire figyeljünk? Mert annyit beszélünk róla, és mégis megtörténik. Alapvetően azt gondolom, hogy ha a kijelölt turista útvonalon közlekedünk, akkor nagyon lecsökkentjük annak az esélyét, hogy bármiféle baleset bekövetkezzen. Nyilván előfordulhat, mert vannak így is ilyen szakaszok, például, ha megyünk föl Dömösről a Vadállókövek irányába, a Prédikálószék felé, ott vannak ilyen murvásabb, hordalékosabb szakaszok, vagy a Börzsönyben is találtok ilyen részek, ahol egyébként még konkrétan ösvény sincs rendesen kialakítva. Azt gondolom, hogy itt például nagyon nagy hasznunkra lehet egy túrabot. Én magammal szoktam vinni sok esetben. Ez az, amit itt látunk? Ez az, amit igen.
Szétnyitható. Mutasd meg, légy szíves, milyen könnyű. Nagyon szívesen. Ezt egyébként úgy érdemes beállítani, hogy Segítsek? Megfogom addig, amikor tartom neked a mikit. Tehát, hogy a karunk az így legyen, amikor álló helyzetben. Vagyunk, ezt meg is... Megkérünk, hogy csücsülj vissza, mert itt nem fognak tudni mutatni, de így semmi gond. Oké, és tehát, hogy ezt amikor álló helyzetben vagyunk, akkor ez így ilyen magasságban legyen beállítva, és ennek megfelelően fogunk tudni vele közlekedni. Ez nagyon nagy segítség mind a fölfele, mind pedig a lefele menettel közlekedésben, és ilyen olyan szakaszokon, amik ilyen nehezebben járhatóak, én azt gondolom mindenképp megkönnyíti a közlekedést, meg segíti azt is, hogy ne csúszunk meg, illetve ha megcsúszunk, számtalanszor volt rá példa nekem, hogy meg tudtam magam itt tartani, könnyebb volt megőrizni az egyensúlyomat. Magas Tátrában, hogyha járok túrázni, akkor elengedhetetlen már nekem, ugye a térdem véget nagyon megkönnyíti, leveszi a terhelést, mind a fölfelemeletnél, mind pedig a lefelemeletelnél, úgyhogy én ezt jó szívvel ajánlom bárkinek, és nem csak mondjuk akik Nordic Walkingoznak, vagy idősebb korosztálynak, hanem bárkinek, tehát ez nagyon nagy segítség tud lenni, és az előnye az, hogy az egész év folyamán fogjuk tudni használni, mind télen, mind nyáron, tehát ősszel-télen, tavasszal, minden évszakban fogjuk tudni ezt használni. És hát ugye hoztál még egy különlegességet számunkra, ugye Nógrád és Pest megyében ugye az elmúlt időszakban többször bukkant fel medve, de hogy hoztál nekünk egy különleges eszközt, azt megmutatod kérlek, hogy akkor ez pontosan mi is a medvékhez kötődően? Igen, ez egy medveriasztó, amit inaktívá tudunk tenni oly módon, hogy egy ilyen mágnessel ezt a kis kolompot most éppen kiiktattam, és így nem zavaró, hogyha átizsákon van, hogyha betévedünk egy olyan részre, ahol mondjuk ugye elég sűrű a növényzet, és bármikor összefuthatunk egy vadon élő állattal. A legnagyobb probléma az szokott lenni a medvék kapcsán, hogy váratlanul találkozunk velük, tehát ezt a Magas Tátrában például elég nagy létszámban találhatók meg, és ott rendszeresen használják is ezt a túrázók, ezt a kis kolompot. És amikor olyan résznél mennek, ami nem egy ilyen nyílt terep és nem átlátható, akkor egyszerűen csak itt elhúzzák ezt a kis mágneses részt, és akkor így ahogy közlekednek ugye a hátizsákon, ez egy ilyen hangot ad ki, amit nyilván, hogy a medve alapvetően nem keresi az ember társaságát, és hogyha fogja hallani, hogy itt valaki közlekedik, akkor ő el fog minket kerülni. Amikor egyébként pedig olyan helyen közlekedünk, ahol átlátható az egész terep, és nem kell attól tartanunk, hogy váratlanul össze fogunk futni, akkor visszahúzzuk szépen, és akkor már nem is adja ki ezt a zavaró hangot. Úgyhogy én azt gondolom, ez mindenképp hatékonyabb. Ugye most divatos lett a medvesprét is emlegetik sokan, hogy a medvét... Hát most úgy látszik, hogy igen, ott fönt itt Nógrád és Pest megye, most megint egy friss hír volt, hogy Királyrét környékén azt hiszem kerékpárosok is megpillantották a medvét. Hát előfordul, már itthon is egyre többször. De hát mondjuk a medvespré akkor medvespét... nem alkalmas vagy. tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy itt... Szóval közvetlenül a szemébe kéne fújni, azért azt nem szeretném. Tehát az a közvetlen közel. Az... Igen, én azt gondolom, hogy az elsődleges célunk az legyen inkább, hogy kerüljük a medvével való találkozást. Nagy mert... zajt kell csapni. Igen, hogyha ezt is szokták tanácsolni egyébként, hogyha társaságban vagyunk, a medve még kevésbé fogja keresni a mi társaságunkat. Hogyha együtt maradunk, az mindenképp hasznos. Erdélyből én már hallottam olyan történetet, ahol az apuka így óvni akarta a családját, és előre küldte a családtagokat, és ő hátra maradt a medvét visszatartani, de nem lett jó vége a történetnek. És én azt gondolom, hogy az a szerencsés, hogyha ilyenkor együtt maradunk, a nagy zaj az mindenképp hasznos lehet, de igazság szerint ugye itt lehetünk medve szakértők, de én azt gondolom, hogy ez az adott medvétől függ, hogy éppen ő most mennyire jól lakott, igen, találkozott már emberrel korábban, vagy nem, mik a tapasztalatai, kiszámíthatatlan minden ilyen reakció. Én a medvesprét nem tartanám egy jó dolognak, és azért inkább erre helyezném hangsúlyt. Úgyhogy Marcia medvesprét nem kell beszerezni. Jó, nem azzal kapcsolatosan még ugye te is azért segítettél már eltévedt turistákon korábban. Ez az eltévedés, ez is egy igen, gyakori történet. Hogy sikerül? Mi az, amire nem figyelnek ezek a turisták, vagy mire kéne figyelniük? Alapvetően azt gondolom, hogy
itt a környékünkön, Európában, szinte mindenhol nagyon szuper jó ki vannak jelölve a turistautak. Tehát, hogyha haladunk egy túraútvonalon, még ahol nyilvánvaló, ott is jelzik az Erdészet Nemzeti Park munkatársai. Tehát egy fára felfestve egy kőre valahol mindenképp kell, hogy találkozzunk egy jelzéssel, annak megfelelően, hogy éppen most melyik szín jelzésen haladunk. Hogyha már egy olyan 15-20 perce, nehogy Isten fél órája megyünk egy ösvényen, ahol már nem látjuk azt a jelzést, aminek mentén haladtunk korábban, akkor elgondolkodhatunk rajta, hogy letértünk erről, és akkor ilyenkor nagyon egyszerű, hogyha visszamegyünk a legutóbbi ponthoz, ahol még ezt láttuk, és onnan keresünk egy újabb alternatívát. Általában itt szoktak hibázni, most nyilván ez nyáron, tavasszal, amikor megfelelők a fényviszonyok, sokáig világos van, ez nem okoz problémát, de amikor ősszel hirtelen ránk sötétedik, és mondjuk felhívnak minket a segélyhívón, és beszélek az eltévedt túrázókkal, és javaslom nekik, hogy menjenek vissza, és közlik, hogy egy órája, másfél órája láttak utoljára a jelzést, és akkor, meg már egyébként is sötét van, akkor ez nagyon megnehezíti, és ilyenkor kell őket megkeresni. Szerintem erre, hogy odafigyelünk, először is, hogy milyen túra útvonalat szeretnénk bejárni. Nagyon egyszerű, mostan az internet világában én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy könnyűség, még hogyha egy teljesen új helyre is megyünk el. Igen. Hogy megnézzük, hogy ezen a túra útvonalon ide és ide fogok tudni elérkezni. Most ez egy körtúra lesz, vagy ugyanott kell majd visszaladnom. És akkor ezt a jelzéseket, hogyha figyelemmel követjük és nem térünk le, akkor nem csak azt tudjuk megelőzni, azt gondolom, hogy eltévedjünk, hanem azt is, hogy valami baleset legyen, mert hogy a baleseteknek a nagy százaléka abból szokott adódni, hogy olyan helyeken mozognak a túrázók, ami nyilván veszélyes, és nyilván nem oda vezet a túraútvonal, hanem az egy máshova. Igen. Na, legyünk körültekintőek, és hogyha körültekintőek vagyunk, akkor nem lesz baj. Hasznos tanácsokat meg ragadjuk meg, fogadjuk meg, és akkor meg végképp nem lesz baj. Igen. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy meghívtatok. Sziasztok. A játékot mindig szeretjük, és hála Istennek nagyon sokan játszanak velünk hétről hétre. Természetesen ebben az adásban is van lehetőség játszani velünk, és aki helyesen válaszol, van esélye arra, hogy megnyerje a következő nyereményünket. Hogy mondják a Dunát angolul? A. Donau. B. Danube. Vagy pedig C. Donauhö. A megfejtéseket a játék@rtvl.hu e-mail címre várjuk. A nyeremény egy családi jegy az egyik Dunakanyar körjáratra, a Mahart Passznáve jóvoltából. Az előző heti nyertesünk, Harmad Károly, gratulálunk! Már több mint 20 ezer követője van a TikTokon a Petőfi 200-nak. Ugye 200 éve született a hazánk egyik legnagyobb költője, és ennek kapcsán indult egy projekt, egy olyan projekt, ami, ahogy mondtam is, TikTokon, vagy éppen bármilyen más formában kelti életre a költőt különböző formában. Hogy miről is van szó egészen pontosan, abban Bánföldi Szilárd színművész lesz a segítségünkre, hiszen te vagy az, aki újra életre keltetted, és hát, hogy is mondjam, időnként megjelensz Petőfi Sándorként is itt-ott-ott. Igen. Köszöntök mindenkit, szervusztok. Hát ez egy nagyon komoly vállalás. Igazából a Bács-Kiskun megyei önkormányzat tűzte ki azt célul, hogy pusztán azért is, hogy adózzon Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából, életre kelti Petőfi Sándor személyét, valamint ugye nagyon fontos, hogy az önkormányzat számára, hogy Petőfi Sándor helyi kötődésű, Bács-Kiskun megye területén született annak idején, és ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy támogassuk a helyi értékeket, és hogy az emberek tisztában legyenek azzal, akik ott élnek, hogy milyen a múltja akár Bács-Kiskun megyének is, és hogy milyen nagy, akár egy költők ugye születtek és alkottak itt megyén belül. És ez értékteremtő, és ez közösségteremtő, közösségerősítő vállalkozás. Petőfi nagyon
közel áll hozzád, ha jól tudom, tehát hogy a költészete nem véletlenül vállaltad el ezt a lehetőséget. Hát ez egy hatalmas lehetőség, igen, és én dolgoztam már Petőfi Sándor versével annak idején, a Ha férfi vagy légy férfi című versével. Ezzel a verssel is készültem többek között a 9 másik mellett a felvételire, az egyetemre, és sokat dolgoztam vele. Utána, miután fölvettek az egyetemre, akkor is művészi beszédvizsgára ezzel a verssel készültem. Ennek a versnek köszönheted akkor azt, hogy hát részben persze, mert azért sok minden mást is kértek. Gondoltam, hogy nem csak ez kell. Igen, de tényleg még mai napig rejteget számomra ez a vers, olyan mélységeket, meg megfejtéseket, amikkel így találkozok, mert sokat mondom ezt a verset, akár magamban, a kocsiban, útközben. Most a TikTok videókon is lehetett látni, de máshol is persze, hogy amikor úgymond magadra öltöd Petőfi Sándor gúnyáját és jársz-kelsz, akkor teljesen, nyilván te is átalakulsz. Ez színészileg mennyire volt kihívás, illetve hogy érzed magad, hogyan éled meg magad Petőfi Sándorként? Hát azzal kezdődik, hogy felragasztom a bajuszt, a szakállat, a kecske szakállat, fölrakom a ruhát magamra, fölveszem, és ezzel már van egy ilyen rituáléja. De egyébként minden színházi szerepemnél ezt tapasztalom, hogy azzal, hogy fölveszem a ruhát, már közelebb kerülök a figurához. De maga az út, amit bejártam eddig, és még járok, ameddig csak lehet, az pedig Petőfi Sándornak köszönhető magának, hogy tehát amilyen verseket ő írt, meg ahogyan megírta ezeket a verseket, és ahogy én tanulmányozom ezeket a verseket, nagyon sokat kapok a költő személyiségéből. És ha tanulmányozom az életútját, vagy olvasom a kortársak, vagy így az elemzőknek az írásait Petőfi Sándorról, nagyon színes egyéniség, és nagyon sok részből lehet vele hozzá kapcsolódni. Egy zseniális formátum, és nagyon sokoldalú ember is, de leginkább ugye nagyon sokoldalú költő volt. Igen. És művész, alkotó művész. Azt lehet tudni, hogy tényleg óriási népszerűsége lett ennek a TikTok csatornának. Ha jól tudom, téged is azért megállítgatnak, meg oda jönnek hozzád, meg hát lehetett látni kommenteket, hogy köszönöm szépen az irodalom dolgozathoz, nagyon nagy segítség volt. Igen. Tehát, hogy éled ezt meg, hogy ugye az látszik, hogy tulajdonképpen Petőfi Sándor visszatért a múltból, és egy mostani sztár lett belőle. Igen. Hát ez... nagyon nagy meglepetés számomra, hogy ilyen hatalmas eredményt értünk el a TikTokon a középiskolások, vagy az általános iskolások köreiben, vagy akár felnőttek köreiben, mert tényleg én is olvasom ezeket a kommenteket, és ez nagyon jó érzés, hogy és képzeljétek, kaptunk verseket is, hogy küldtek nekünk verseket fiatalok, hogy inspiráltuk őket ezekkel a TikTok videókkal arra, hogy ők is tollat ragadjanak és költsenek. És elküldték, hogy Petőfi Sándor valahogy elemezze ezeket a verseket, és reagálja rájuk, és amellett pedig igen, használják a gyerekek, vagyis a srácok, a fiatalok a verstanuláshoz is ezeket a TikTok videókat. Meg hát mintha egyszer dolgozatban is kisegített volna? Igen, valami ilyesmi is volt. Igen, szóval ez jó, hát, hogy azt a formát választani ebben a 21. században, megtalálni azt a kommunikációs formát, amivel el lehet jutni. És ez a TikTok most be kell látni, hogy az internet világa. Igen. És erre igyekszünk minél kulturálisabb és olyan komoly tartalmakat gyártani azoknak az eszközöknek a segítségével, amivel el tudunk jutni a fiatalok számára is. Ezért is van például a napszemüveg is benne a logóban, meg próbálunk ilyen formabontók lenni mi is, és egy kicsit leporolni Petőfi Sándorról azt a régmúlt porát, és persze méltóképpen adózva az ő szellemi örökségéhez, meg szellemi örökségének, nem bohócot csinálva a figurából, hanem egyszerűen bemutatni őt, hogy meg közelebb hozni az emberek számára Petőfi Sándor személyét, és ezt a jelenséget. Igen, mert ugye az egyik TikTok videóban például azt lehet megtudni, hogy Túrós Csusza volt kedvenc Petőfi Sándornak, tehát egy ilyen kisebb... finom adalékok. Igen. Kiegészítéseket. Szilárd, egy kicsit rólad is, mint színész, mert sokféle jársz, azért van neked
esztergomi kötődésed is erről is beszél, légy szíves, úgyhogy most akkor rólad egy kicsit. Igen, igen. Én 19-ben végeztem Kaposváron az egyetemen, Perjes Károly osztályába, és onnantól kezdve az Új Színház tagja vagyok. Pesten, Budapesten, ott töltöttem az 5. éves gyakorlatomat, és azóta is ott vagyok társulati tag. Emellett pedig Kay Ádám jóvoltából, az Esztergomi Babits Mihály Színház társulatvezetőjének a jóvoltából bekerültem a Babits Mihály Színház köreibe. Itt is társulati tag lettem, és már elkészítettünk 2 előadást is Ádámmal, melynek részese vagyok a Hamletet például, illetve a Gólya Kalifát. Így van. És nem sokára Székelyföldre mentek, ha jól tudom. Igen, Szovátára igen. Visszük a Hamletet, igen, egy kis ilyen kitekintés külföldre. És Petőfi Sándor projektnek mi lesz a folytatása, vagy milyen menete van most ennek? Hát képzeljétek el, hogy legközelebb most vasárnap lesz egy Petőfi rokonok találkozója Szabadszálláson, és ott leszek, ott fog velem, vagyis ott találkozhat velem. A nagy érdemű verseket fogok szavalni, és szintén jelen leszek ott a társaságban. És mindjárt itt is Petőfi Sándor majd megmutatja magát valamilyen formában. Igen. Egy általa írt verset, ha jól. Szaval egy verset. Szaval egy verset, igen, úgyhogy igen. Hát nagyon szépen köszönjük, és köszönjük, sok sikert ehhez a projekthez. Én is köszönöm. Köszönöm. Sziasztok, szervusztok. Pusztán születtem, a pusztán lakom. Nincs födeles kéményes hajlokom. De van cserényem, van jó paripám, csikós vagyok az alföldi rónán. Szőrén szoktam megülni a lovat, ha ide vagy oda útam akad. Nem szükséges a nyereg a hátán, csikós vagyok az alföldi rónán. Gyócsa gatyám, patyolat az ingem. Nem vettem, a rózsám varta ingyen. Ej, ma holnap az én piros rózsám, csikósné lesz az alföldi rónán. Ne felejtjék, most is játszhatnak velünk értékes nyereményért. Sokan, sokszor, szinte majdnem minden héten próbálkoznak. Tegyék meg most is. Hogy mondják a Dunát angolul? A. Donau. B. Danube. Vagy pedig C. Donauhe. A megfejtéseket a játék@rtvl.hu e-mail címre várjuk. A nyeremény egy családi jegy az egyik Dunakanyar körjáratra, a Mahart Passznáve jóvoltából. Az előző heti nyertesünk, Harmat Károly, gratulálunk! A mindig mosolygós, energikus, folyamatosan koncertező, nemrég a térségben is itt járt, ugye Tokodon, az az énekesnő a vendégünk, aki nem más, mint Kollányi Zsuzsi. Szia! Zsolt, és téved Zsolt! A mindig energikus. Mindig koncertező. Sziasztok! Ma már lehet tudni. Hát ez egy jó felkompoly szerintem, de ez így kell elkezdeni ezt a beszélgetést. No, hát igen, mondta Marci, hogy most aztán 1000-re nyomjátok, és nemrég itt is jártatok, de hála Istennek hozzánk általában mindig elnéztek, eljöttök, vagy hozzánk a műsorba, vagy például koncertezni a környékre, de gondolom most imádjátok ezt az időszakot. Hát igen, nagyon. Most pont az jutott az előbbi poéról az eszembe, hogy most voltam Erdélyben a hétvégén, és utána másnap meg már 11-kor el kellett otthon indulni a Szegedre. 36 órás ébrenlét. Négy év gyerekesség után egy kicsit megzutyantam tőle, de nagyon jó volt, meg egyébként nagyon élveztem, nagyon, Erdély gyönyörű. Merre jártatok? Kézdivásárhely, az a baj, elnézést kérek, tényleg nagyon sajnálom, de hogy olyan nehezen jegyzem meg ezeket a helyiségeket, nagyon sok szótagból állnak, nagyon kell figyelnem mindig, hogy jót mondjak, de egyszerűen gyönyörű volt, és mindent láttam, amit csak lehetett, hatalmas hegyeket, aminek már felhőbe volt a teteje, meg szivárványt, meg az úton így álltam 5 percet, amíg átvonultak előttem a tehenek, tudod, ilyen zseniális, imádtam, nagyon, meg nagyon cuki volt a közönség is, nagyon, meg egyébként a szegedi közönség is nagyon aranyos volt, úgyhogy kifejezetten jó volt ez a hétvége. 3 gyerkőcöddel érkeztél most is. 4-jel, igazából. Bocsánat, 4-jel. Mennyire? Csak a legnagyobb beült most már. Most ugye tényleg rengeteget koncertezel, mennyire nehéz így megtartanod az egyensúlyt?
Hát a koncertekkel egyébként annyira nem, mert ugye a koncertek azért legnagyobb részt egy két, maximum három napot vesznek el egy héten, ugye ott van besűrítve ugye a hét második felére. Inkább most az a nehéz, hogy most közben titokban járok egy ilyen felkészítésre, és egy tévéműsorra kapcsolatban, ezt még spoilerezni sem szabad, hogy miről van szó, igen. Úgyhogy az is még plusz elvesz egy két-három délelőttöt vagy délutánt egy héten. Meg közben alkotunk is, tehát most múlt héten is felénekeltem új dalt, most ezen a héten is megyek két dalt felénekelni, tehát inkább az, hogy most mellette is van egy pár olyan munka, amit csinálok, meg amit nyilván élvezek is csinálni, hiszen másképp nem tenném. Úgyhogy inkább most ez a nehéz, hogy kicsit sűrűek a napok. Zsolti, hát ezt a sűrű napokat te is megéled Zsuzsival. Mondd el, kedves nézőknek, akik még nem tudnak. De közben úgy néz, mint Sancho Panza, nem? Komoly latin. Szóval Zsolti, hogy éled meg ezeket a napokat? Hát mi zenészek úgy éljük meg ezeket a napokat, hogy minden nap zenélünk, utazunk, és alszunk. Jobb esetben, ugye? Igen, igen. Úgy közötte néha még jut idő családra, vagy enni. Ez hülyeség. Igen, nem muszáj enni egyébként, tehát az nem létfontosságú dolog. És így nagyon, nagyon jó a nyár egyébként. Azt csinálhatjuk, amit igazán szeretünk, amire mindig is készültünk. Úgyhogy... De Zsuzsi, általában mindig együtt mész? Hát nem mindig, de általában. Isten, menj, hogy mi... Igen, hál' Istennek sokat muzsikálunk együtt, sokat is tudunk alkotni, úgyhogy jól telik a nyár, nagyon. Zsuzsi, említetted ezt, amit nem is szabad spoilerezni, ez ugye nem az a versenytáncos videók. Az egy másik műsor. Mostanában belekezdtél egy ilyesmibe, vagy ez régóta... Hát én nagyon régen táncolok egyébként, meg nagyon-nagyon szeretem, bár nekem főleg a szalsza, meg a bachata az, ami a legközelebb áll a szívemhez. De most ez kifejezetten ilyen versenytánc-szerű produkció, és az teljesen más. Decemberben lesz egy ilyen gála esti az egyik ismerősömnek, és ott kifejezetten magyar előadóknak azokra a dalaira, ami az ő életében meghatározó volt, felkérte az előadókat, hogy jöjjenek el, adják elő, miközben vele táncolnak. Tehát ez egy olyan gála lesz, ahol rengeteg előadó, tehát nagyon sokan leszünk tényleg, nagyon sokféle zenei műfajból, és a saját dalunk éneklése közben fogok én például csacsázni, meg rumbázni. Tehát, hogy így nagyon, nagyon jó pofa egyébként. Meg egyébként nekem tetszik maga az elképzelés is, hogy az Andrisnak, Szavják Andrisnak hívják egyébként a srácot, hogy neki az az elképzelés ezzel kapcsolatban, hogy ugye ezek kifejezetten tényleg csak magyar előadók dalai, és hogy ő azt szeretné megmutatni, hogy mennyi olyan magyar zene van, ami segít az embereknek az életüket felvirágoztatni, és ez szerintem egy tök kedves dolog. Pozitív oldalról kell megközelíteni mindent is. Tök, és a zene meg alapvetően egy pozitív életérzés. Igen. Zsoltira visszatérve, te egyébként, hogyha nyáron is mondtad, hogy nem mindig, de akkor gondolom máshol is vagy, tehát te más zenekarokkal együtt is szoktál dolgozni, vagy egyénileg is? Egyénileg is játszom sokat. Nehéz szó. Közben arra gondoltam, amikor mondtad, hogy hány szótagból áll. Igen, egyénileg is. Egyéni. Még egyszer szépen mondjad, szépen. Egyénileg is játszom sokat, valamint másik zenekarokban is tevékenykedem, de a fővonal a Zsuzsi projekt. Hát meg a Csík zenekar, azt ne hagyjuk, hát nem az egy nagyon a Csík János és a Mezzó zenekar. Wow. Igen, bocsánat. A Jánossal. Ezt akartam kihúzni belőle, hogy igen. Én értelek, de aki még segítenünk kell. Még gyerek. Igen, azok a fránya szótagok. Úgyhogy én tevékenykedem, igen, a népzenétől, a jazzen keresztül, a popig, így nagyon mindenben. Jó. Úgy hál' Istennek meg is találtam, akikkel én szeretek együtt lenni, együtt zenélni. De természetesen Zsuzsival a legjobb zenélni, ugye? Hát ő akár... Merre más mondani most? Igen. Gondolj, de mert csak velem jötték kocsival. Nagyon rossz lesz innen hazavonatozni. Eleve azért ültettek ide, mert én vagyok a legrosszabb gyerek. Hát még most még rosszul is mondok. Hát... Zsuzsi, most te is, hogyha a zenei pályafutásod nézzük, mert egyre több mindenbe belekóstoltál. Most te is egyfajta ilyen kereső üzemmódban vagy? Vagy hogy érzed ezt most? Ez egy jó kérdés. Én bevallom őszintén, hogy nem érzem azt, hogy most keresnék, hanem inkább azt érzem, hogy most kezdem megtalálni azt, ami én vagyok. És ez egyébként a magánéletemre is igaz, hogy bár azt gondolom, hogy a kettő az kéz a kézben jár egy művész esetében, meg az én esetemben, hogy
a saját preferenciáim, meg a határaim megismerésén keresztül kezdek rájönni arra, hogy a zenében is mi a fontos nekem, úgyhogy most például kifejezetten tervezem is, hogy csinálok, sose csináltam eddig lemezt, és most két komplett lemeznek is az elképzelése a fejemben van, hogy mi az a váz, amire felhúznám őket, meg a témakör, amikor építeném. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes, meg inspiráló időszak a számomra. Sok lezárandó dologgal is, meg sok újraépítendővel, meg sok újra, új dologgal is. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes, tök jó ez a kor. És mint előadó azért tényleg úgymond bevállalós vagy, mert ugye lehetett hallani, hogy légtorna fesztivál? Ja, volt. És volt az életedben? Ez pontosan... Ez hogy? Kérem? Igen, Légtorna Fesztivál az úgy adódott, hogy ez most volt március 20-án idén, mert régebben, amikor voltam az egyik kereskedelmi tévés ilyen beöltözős műsorban, akkor ugye az első prodom, az nekem egy Pink produkció volt, és ugye Pink nagyon sokat légtornázik a saját koncertjén, és meg van olyan dala is, amiben. Nyilván akkor ugye nekem is az volt a feladat, hogy két hónapig légtornázni jártam, mert el kellett énekelnem egy dalt, úgyhogy közben fejjel lefelé lógok egy tisún. És az a hölgy, aki akkor betanított, ő egyébként Vince Tünde, aki a Magyar Légtorna Egyesületnek is az alapítója volt, és mai napig egyébként, ha látok bármilyen tévéműsort, ahol bárkit felakasztanak, vagy koncertet, azt a Tünde csinálja. Ő csinálta ezt a gálát, és gyakorlatilag ott rengeteg olyan embert fölkért, akivel korábban az elmúlt akár 20 éven belül bármikor együtt dolgozott. És ott egyrészt a Zsoltival közösen írtunk ennek az alkalomnak, vagy hát igazából a Tündének egy himnuszát ennek a gálának, ami a Tünde gondolataiból, meg érzéseiből ihletődött, ami fűzi őt a légtornához. Meg volt egy saját dalunk is, amit előadtunk a Zsoltival, és akkor nyilván ugyanúgy heteken keresztül, minden héten többször mentem a Tündihez, hogy ezt meg is tudjam valósítani a színpadon. Itt a vége fele, Zsuzsi, nem vagyunk ilyen Ekte Bulvár műsor. Milyen kár. Nem is kenyerünk ez, hogy ebből csináljunk bármit, de azért megszólaltál itt ugye a Curtis Majka ügybe megint csak. Ezért itt a végén egy kicsit ezzel kapcsolatban hadd kérdezzenek már meg, hogy ugye te nagyon sokáig dolgoztál velük, nagyon jól ismered a srácokat, hogy mi a véleményed, vagy mit tudsz ezzel kapcsolatban elmondani. Hát bevallom nektek őszintén, nem szívesen beszélnék erről hosszabban, de idefelé pont azt fejtettem ki a Zsoltinak, hogy nagyon rossz szájízem van most így a magyar sajtóval kapcsolatban, mert hogy tehát hogy az alapján, amit leírva láttam, az alapján teljesen jogosan volt fölháborodva az Attika, már most gondolok itt a Curtisre, és nekem pont az a problémám, hogy én tudom, hogy mit mondtam el, ugye pont azt nyilatkoztam, hogy nem szeretnék erről nyilatkozni, illetve, hogy egyébként valóban szerint, és pont ezt ki is fejtettem egyébként, hogy ugyanúgy, ahogy egy hosszú párkapcsolatban, hogyha egyszer szakításra kerül a sor, teljesen mindegy, ennek mi az oka, valami nem stimmel, nem passzol. Utána, ha megint kibékülnek a párnak a tagjai, akkor általában azért az esetek túlnyomó többségében ezt nem mindig sikerül jóra vinni. Mert hogy valami oka volt a szakításnak, és azt nem sikerül nagyon figyelmesen, kielemezve megoldani, akkor az újra előfordulhat. És én ezt így is gondoltam, hogy az emberi oldaláról közelítem meg ezt a kérdést most is, és nyilván ez teljesen ki lett arra hegyezve a médiában, és nem említem meg a lapot, vagy hát az online felületet, de kifejezetten gondolkozom rajta, hogy jogi útra fogom terelni, hogy ők viszont elvitték abba az irányba, mintha én azt említettem volna, hogy ennek bármi köze van az Attikának az életviteléhez. Pedig nem gondoltam rá, nem is mondtam ilyet, és most sem gondolom, hogy így lenne, szerintem ezek emberi dolgok, amit kettejüknek kell rendezni, és ráadásul azt gondolom, hogy mivel két 30 év fölüli emberről van szó, ez ráadásul az ő dolguk, ez az ő munkájuk, ez az ő produkciójuk, és senkinek semmilyen joga nincs ezt sem bírálni, sem beleszólni, még akkor sem, ha ez július 12-én történik, és nem mondjuk januárban, amikor még nincsen szezon. És az, hogy nekem azért kellene magyarázkodnom social media felületeken, mert valaki úgy gondolta, hogy a nézettség növelés miatt fontos olyan szalagcímet fölírni, ami soha az életben nem is volt igaz,
ez szerintem egy borzasztóan bosszantó dolog, és szeretném tényleg, hogyha ez valamilyen szinten ezt így olyan irányba tudnám pusholni, mert szerintem azért nagyon sokan vagyunk, akinek ebből szörnyen elege van, igen, hogy életeken taposnak keresztül úgy, hogy nem is gondolkoznak, meg emberi kapcsolatokon, munkakapcsolatokon, hogy nem is gondolnak bele, hogy ezzel milyen kárt okoznak, csak azért, hogy többen nézzék meg azt az oldalt. Hogy, más sem ezért örülök, hogy elmondtad. Mi nem fogjuk kivágni, és nem fogjuk megmásítani, amit mondtál, úgyhogy hát ha ez az info. Tudom, úgyhogy én azt tényleg abban bízom, hogy a fiúknak így a lehető legjobb, ahogy most van. Én nagyon szeretem egyébként Attilát is, meg Petit is, és mind a kettőket borzalmasan tehetséges palinak tartom. Tehát, hogy ha együtt dolgoznak, ha külön dolgoznak, én azt hiszem, hogy így is, úgy is mindenképpen zseniálisat, igen, tudnak alkotni, és nagyon buta dolog, hogy nem ezzel foglalkozunk, hanem elvenni próbáljuk az energiáját ennek az egésznek. Hát köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk, és hát pozitív irányba megyünk tovább, mert hát nem csak beszélgetünk, hanem zenéltek is nekünk hamarosan. Hát ki tudja, hogy ez pozitív lesz. De. Biztos, hogy. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy eljöttetek. Én is köszönöm szépen. Köszönjük. Nagy játékos, csalfa táncot jár. Soha nem adom fel, soha nem adjuk már. Tudod, vele haltam, vagy százszor már. Eszembe jutottál, oh, eszembe jutottál. Eszembe jutottál. Volt egyszer, véget ér a nyár. Éjjel az utcát járva eszembe jutottál. Gondolsz-e még rám, hétfő délután? Tudod, kéne pár új lépés a tánc próbán. Bár úgyis lesz, tudom, nagyon szeretél. Kár, hogy minden a bolond férfi örültő. Eszembe jutottál, eszembe jutottál, eszembe jutottál. Bár úgy is volt egyszer, véget ér a nyár. Éjjel az utcát járva eszembe jutottál. Hétfő délután, kéne egy méne pár új lépés a tánc próbán. Bár úgy is lesz, tudom, nagyon szeretél. Kár, hogy minden álmunk egyszer véget ér. De már nem érdekel, mit hoz majd a jövő. Így élünk mi, a bolond férfi, őrült nő. Eszembe jutottál. Vagy százszor már, vagy százszor már. Ismét egy igazi nyári finomsággal, különlegességgel készültünk önöknek. Petrovics József, séf, a Cakkumpak bisztró séfjének jó voltából. Az egyik kedvenc nyári ételemmel készültél, Józsi, úgyhogy én nagyon örülök, hogy most ma ez lesz a menü.
Azért nagyjából felismerem, hogy mi minden található ezen a csirkesaslikon, ugye, csirkemell? Így van, üdvözlöm is a nézőket. Csirkemell, lilahagyma, gomba, kaliforniai paprika, mellette hozzá készítünk egy salátát, követ salátát, ilyen citrusos, mézes, mustáros dressinggel. Könnyű, nyári, egyszerű, vagy serpenyőbe, vagy elektromos grillen, faszines grillen, bárhogy el lehet készíteni bent a konyhába, ahogy igazából szeretnék. Akkor a húsival kezdünk. Így van, húsival kezdjük. Azt fel is tesszük, ugye? De nyilván az igazi, az azt gondolom, hogy a faszines. Ja, persze, sőt, persze, azért az a klasszik, igen. Ezt előre már elkészítettük. Ugye a nyársakat beáztattuk vízbe, hogy a grillen... Meg is mutatjuk, hogy milyen szép színes. Mondja, tehát, hogy beáztattuk előtte vízbe, hogy ne gyulladjon ki, meg ne kezdjen el megégni a grillen. Azért az érdemes legalább pár órára beáztatni, azért megszívja magát. És ezen még nincsen semmi, ezt sózzuk, borsozzuk, meg pici olívaolajat teszünk rá. Ezt is lehet ízlés szerint fűszerezni. Semmi jó, ne tettünk, például erre fokhagymát nem javasolnék, mert az nagyon könnyen megég a grillen, hanem inkább csak sóbors, vagy valamilyen extra fűszer, zöld fűszer, bármit még rá lehet azon kívül rakni. Amíg megsózod, borsozod, arról mesélj egy picit, hogy ez milyen szósz itt hozzá. Az egy ilyen mézes, citromos, mustáros dressing. Ilyen egyharmad, kétharmad arányban vannak a dolgok, tehát egyharmad méz, egyharmad citrom és kétharmad olívóolaj, és egy evőkanálnyi mustár körülbelül, vagy nyilván a arányokhoz. A mustár azért kell, hogy ilyen szép krémes legyen az egész. Egy ilyen nagyon kis könnyű saláta dressing. Ezt elkészített az ember 2-3 hétig úgy eláll a hűtőbe, hogy kis üvegbe, főttes üvegbe aztán. És hát ugye amiért könnyed és nyeri, egyrészt a hús maga is, egy könnyű és finom és gyorsan elkészíthető hús, ugye nem kell sokat sütni, a saláta pedig a másik részein, itt látok ugye rukkolát, jégsalátát, hát egy kis kevert salátát. Kevert saláta, igen, egy kis céklalevél van benne, madársaláta, bébispenót, ami van, de ez is teljesen... Olívaolaj? Igen, olívaolaj, ez sima olaj is lehet használni, ilyen sütős olívaolaj. Segítek. Jó, meg vagyunk, köszönöm. Nem és mi a titka annak, arról mesélj egy picit, hogy a sütés maga, ugye azt tehát lassú. Igen, tehát ne, annyira fel kell melegíteni. Így van, így tehát, van. Csak parázs, ne égjen meg, nem szabad, mert igen. Könnyen megéghet, ezek ugye nagyon aranyos kis kockára vágott húsi szeletek. Én is kevés olívaolajat tettem rá, pont azért, hogy ne csapjanak fel annyira a lángok. Most egy ilyen nagyobb húsnál annyira nem fontos, már ez sztéknél. Már érzem egyébként az illatát. Ez sztéknél nem fontos annyira, egy kicsit fölcsap a láng, vagy egy egész halnál, vagy bárminél, de mondjuk egy pici húsoknál azért nem őt, ha annyira megfüstöli. Amíg sül a húsi, meg keverjük majd a salátát, addig egy picit arról mesélj, hogy mi mindent lehet még egy ilyen saslikra felfűzni, azon kívül, ami most itt van. Például gondolok itt finom szalonnát, én szoktam. Persze, a húsihoz tenni, mert akkor annak olyan nagyon-nagyon íze van. Meg attól még szaftosabb lesz, és nem szárad ki olyan könnyen. Lehet sertésszüzet felszúrni, én azt is szeretem, az is nagyon könnyen úgy átsül, lehet pulykát, lehet csak zöldségből csinálni a nyársat, mert az is ugye a vegetáriánusoknak bármiből lehet rátenni paddizsánt, lehet rátenni másfajta gombákat, másfajta paprikát, és sima akár tévépaprikát, kápia paprikát, cukkinit rá lehet tenni, lilahagymát még többet, és úgy is lehet variálni. Valaki például láttam már csinálja grill sajtot, ugye lehet kapni ezeket a jó, olyan grill sajtot, ami még a grillen sem, a faszon grillen sem folyik meg, azt is el lehet ugyanúgy tenni. Csak az, hogy óvatosabban figyelni kell, hogy az ne menjen sokkal gyorsabb az elkészülés ideje. Meg hát gondolom, hogy arra azért figyelni kell, hogy itt ugye vannak olyan zöldségek például felszúrva a saslikra, amik tényleg pillanatok alatt megsülnek. De hogy minden ugye egységesen elkészüljön ezen a kis pálcikán, tehát, hogy a hús is, a zöldségek is, a gomba is, hogy nagyjából a időarányosan ugye egyformán megsüljenek. Nagyjából, igen, tehát nyilván nem lesz annyira roppanós a kaliforniai paprika, mint hogyha nyersen ennénk, de nem is fog annyira kicsit megfül. Szottyat lesz, de az picit, nagyon finom szerintem. Igen, az kicsit szaftosabb ezt tőle, úgyhogy annyira nem... Ez egy pár perc tulajdonképpen, ugye? 3-4 perc az egyik oldal, 3-4 perc a másik oldal. Azért ugye csirkénél ugye ennek teljesen átsüljön, úgyhogy lehet, hogy most kicsit le is csukjuk a grillt, hogy jobban átjárja, mint egy sütő, ugye, mint egy sütőben. Igazából ez a kis kerámia grill, ez hasonló, lehet, hogy úgy használni egy sütőt, nagyjából egy faszines sütő. Séf uram, akkor amíg sül ez a szép kis színes saslikunk, addig megcsináljuk a salátát. Jó, rendben. Ez a jégsaláta, ugye? Így van. Ezt akkor beleöntjük. Ebből a kevert saláta is. A kevert saláta, ebben van rukkola és madársaláta is. A bébispenót, kis céklalevél, így van. Adunk hozzá egy kis salátadresszinget, amit előtte bekevertünk, de ezt is lehet helyettesíteni, csak belenyomunk citromlevet, kis olívaolajat, és már el is készült. Csak azért így kicsit profibb
Nagyon szép a színe is egyébként. Megsúzzuk egy picit, keveset, egy kicsi bors, hogy pikáns is legyen. És akkor jól lát. Kutyuljuk. Így van, így van. Két kanál segítségével. Talán egyszerűbb. És akkor utána lassan reméljük, hogy a hús is elkészült és tálalhatjuk is. Így van. Ezen csekkoljuk is le. Közben szerintem ez elkészült. Ilyenkor csak jól átforgatott, gondolom, és megnézed, hogy minden oldala szép fehére már, ugye? Vagy hogyan tudjuk ezt leellenőrizni? Mert kóstolással nem nagyon. Szokott belőle például, hogy az a kis ilyen fehér folyadék kisülni, az már azt jelenti, hogy akkor már kezdenek a fehérjék ugye benne kicsapódni, és az már a, nagyjából az elkészülés jelét mutatja. Mivel ilyen kis kockára vágtuk, és ezért mindig forgattuk folyamatosan, rá is csuktuk a fedőt, tehát mindegy sütőbe, el kellett készülni ennyi idő alatt, úgyhogy tálaljuk, és akkor a tányért rátesszük a salátát. Egyébként, hogyha valakinek ez mondjuk kevés egy ebédre, mert ugye mi most könnyű nyári ebédeket készítünk, de mégis azt mondja, hogy a saláta és a saslik az, az azért kevés, akkor mi, mit lehet még kiegészítésképpen karetnák? Rist? Rist is, burgonyát, így van. Bedobhatunk oda a faszén közé parázsburgonyát alufóliába csomagolva, az is elkészül. Az jól hangzik. Azt is meg lehet hozzá, vagy akár csak kifontunk hozzá egy csomag chipset még pluszba, és akkor megvan a szénhidrát is hozzá, ha nem akarunk majolni nagyon. De bármit, egy kuszkusszal is nagyon finom, és az is nagyon gyorsan elkészül. Úgyhogy... Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép kis színes tányér lett. Mi érezzük azt, hogy nagyon-nagyon jó illata van, úgyhogy nincs más hátra, mint az, hogy a kollégák nagy örömére is egyébként megkóstoljuk majd. Így van, jó étvágyat kívánok! Köszönjük szépen, hogy főztél nekünk! Nagyon szívesen! Viszontlátásra! Marci már korábban említette azt, hogy vannak, akik elégedetlenek azzal, hogy soha nincs szerencséjük akkor, hogyha játszanak, de ha nem is adják meg a lehetőséget, akkor nem is lesz lehetőségük, hogy nyerjenek. Egy egyszerű kérdés, egy gyors, helyes válasz, és mutatjuk, hogy mit nyerhetnek. Hogy mondják a Dunát angolul? A. Donau. B. Danube. Vagy pedig C. Donauhe. A megfejtéseket a játék@rtvl.hu e-mail címre várjuk. A nyeremény egy családi jegy az egyik Dunakanyar körjáratra, a Mahart Passznáve jóvoltából. Az előző heti nyertesünk, Harmat Károly, gratulálunk! A nagy Dunacsúszás másodjára. Idén a szervezők a tavalyi első alkalommal megrendezésre kerülő fantasztikus és kreatív, úgymond dunai csúszást másodjára is megrendezik. Két szervező és megálmodójának az egésznek ül velünk itt szemben. Sziasztok. Autentikusan sziasztok. Egy hajón. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Hát beszéltek egy kicsit az ötletről, hogy hogyan jött és hogyan álmodtátok meg ezt az egészet. Hát a Dunacsúszás igazából egy régi ötletnek a megvalósítása. Ugye mind a ketten a Dunaparton nőttünk föl, a gyerekkori élmények a Dunához kötődnek, és szeretnünk volna valami olyan élményt visszaadni a mai fiataloknak, ami nekünk meghatározó volt. Volt több ötlet is egyébként, a nagy hintától kezdve a Dunacsúszáson keresztül. A Dunacsúszás igazából egy együttúszás akart lenni, tehát volt régen egy olyan, hogy a gödiek mindig leúsztak egy nagy szakaszt együtt, minden szombat reggel, és akkor ebben gondolkodtunk, hogy valamilyen együttúszás lehetne. A mai szabályok ezt már nem engedik lehetővé, ezt nem teszik lehetővé, és ugye elég hideg is a víz ahhoz, hogy valaki 2-3 órát töltsön benne, és akkor innen jött az ötlet, hogy akkor valamilyen rásegítés a mellény mellé, és akkor jöttek a matracok, és akkor a különböző unikornisok, meg nem tudom, mindenki oszta a saját kis felszerelését, és egyre színesebb lett a dolog. Úgyhogy messze túlmutatott azon, amit mi gondoltunk, és egy abszolút ilyen nagyon ilyen kellemesen social élmény lett, egy ilyen pozitív, ilyen együtt töltött, ilyen 3-4 óra, amíg együtt vagyunk, úgyhogy ez lett az első csúszás igazából. Ugye ez egy különleges csúszás, pontosan ugye hoztatok nekünk matracot is, azért így mutatóba, hogy pontosan milyen matracról lehet szó, de milyen, mivel kell készülniük a résztvevőknek, vagy mivel készülhetnek? Tulajdonképpen bármivel lehet, ami fennmarad a vízen is felfújható, tehát a pótkerék belsőtől kezdve a
a nagy gumimatacokon át a vízágyig. Tehát ami vízen marad és rá lehet mászni, avval nyugodtan lehet jönni. Ugye biztonságtechnikailag nincs szerepe a dologban, mert a mellény fenntartja az embert a vízen. Tehát igazából ez csak egy kényelmi szempont, itt az lenne a lényeg, hogy kicsit így egyedibé tegye magát az ember, meg jól érezze magát a barátaival. És vannak olyan nagy matacok, ami akár 4-5 ember is felfér egyébként. Tehát vannak ekkora. Ezt akartam, hogy mi volt a legkülönlegesebb tavaly, amivel találkoztatok? Emlékszel rá? Egy nagy kacsa volt. Egy nagy kacsa. Közelebb. Egy sárga kacsa. Hát idén egy kicsit talán meg lesz ez spékelve, és egy óriási flamingó, és egy unikorn is lesz a fő attrakció, ami 15-15 négyzetméteresek, tehát hatalmasok, 8-10 ember fog elférni rajtuk, úgyhogy nagyon várjuk, hogy ez. Igen. Mikor kerül vízre? Aki esetleg azért aggódik, hogy ez veszélyes lehet, vagy megforduljon a fejébe? Alapvetően van rendőrségi engedélyünk, van benne felénk búvárok, drónok és orvos is, és hát ez egy 2 éves előkészítésnek a munkája, tehát mi ezt 2 éven keresztül terveztük, eleve a szakaszt mire kiválasztottuk, ahol megyünk, aránylag se ki a víz, tehát ilyen 1,5-2 méteres vízről beszélünk, tehát lehet benne azért ugrálni, lehet benne fürdeni, de nem mi a víz. Egy nagyon komoly előzetes felmérés volt, hogy pontosan ezt hol tudnám megcsinálni, és mindenki van mellény, tehát ugye 2 fajta mellényt fogadunk el, az életmentő mellényt, illetve a sportmellényt, ez mind a 2 fajta mellény, ezt lehet is hozni is egyébként magának valakivel, ez mind a 2 fajta mellény biztosítja azt, hogy ebben nem lehet komoly baj. Tehát ha valakin a mellény rajta van, akkor azt a víz nem tudja lehúzni. Tehát a megfelelő, ugye 50 newton fölötti mellényekről beszélünk, ezt már nem tudja lehúzni a mellény. Tehát ilyen probléma nem lehet. Van esetleg bármilyen ilyen korosztályi megkötésetek? Hány éves kortól hány éves? Van. Egyébként ilyen centiméterben szoktuk mondani, a rendőrség azt mondta, hogy ilyen 13-12, tehát inkább ez a 100 cm, 120 cm fölött, ahol a mellény már hatékonyan tud működni, de szülői felület mindenképpen kérünk a kisebbieknek, tehát hogy valami szülő jön el velük, és akkor általában oda szoktunk figyelni arra, hogy mentőcsónak van azoknak a szülőknek a környékén, jobban figyelünk ezekre a matracokra, mondjuk úgy. De nem volt tavaly semmilyen gond, mindenki nagyon komolyan vett, és nagyon jól érezte magát egyébként. Ezt akartam kérdezni egyébként, ennek lesz egy másik fajta célja, és akár egyszer már ilyen versenyt is rendeztek, majd szépségversenyt, vagy kreatív versenyt? Hát gondolkodunk ezen, én azt gondolom, hogy minden évben egy picit hozzáteszünk, remélhetőleg, hogy ez folytatódik, ez a nagyon színes dolog, és még több, akár versennyel, akár körversennyel, vagy éves versennyel is, vagy szépségversennyel is tudunk majd készülni. Hát idén már lesz olyan, aki be fog öltözni, tehát búvárruhába jön és beöltözik, aztán mi kiegérnek, de nem biztos, mert még gondolkodnak rajta. Tehát sokan jelezték már a különböző ötleteket, hogy nagy csókkal és rúzsnak öltözik, meg nem tudom, tehát hogy vannak ilyen jellegű megkereséseink, mindenki szívesen várunk, tehát ez egy abszolút kreatív játék, ahol az ember jól érzi magát. Tőlünk ugye fognak kapni egyébként üdítőt, táskát, vizet, linzer, karikát osztunk, tehát odafigyelünk egyébként a táplálék és a folyadékra is, és a végén egy tésztapartival megvendégelünk mindenkit, hogyha partra szálltunk. Majd megkérem itt a kollégákat, hogy mutassuk meg ugye itt az egyik eszközt, ami mögöttünk van, amivel például ugye itt említetted, hogy lehet indulni, hát nyilván rengeteg van így a palettában, végtelen. Ez így az van. Egész, azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, vagy gondolkodtam rajta, hogy nyilván ez egy buli. Egy buli, ami egyébként közelebb visz minket a természethez is szerintem, és a víz szeretetéhez, mert ilyenfajta módon a vízen, a Dunán kelni, csúszni, hát azért nem nagyon szoktunk, nem? Hát az igaz, hogy a mai fiatalok egy picit eltávoltak, így úgy gondolom a víztől és a folyótól, a Dunától. Ennek megvannak az okai, a szabályozás, stb. De a Duna rendkívül színes és élővilágot akar, és rendkívül sok lehetőség van a szórakozásra benne. Ez az egyik. És pont az lett volna a cél egyébként, hogy azok a szülők, akik velünk együtt nevelkedtek, és egyébként ez látszik is a regisztrációknál, hogy ez a 40 éves korosztály erősen képviselteti magát, 40 és 50 között, illetve az ő gyermekeik újra. Tehát azok a szülők, akik ezt átélték annó gyerekkorban, hogy mi is, meg tudják mutatni a következő generációnak. Ez egy fantasztikus élmény a Duna, lehet ezt biztonságosan csinálni, lehet együtt csinálni, lehet családdal csinálni, barátokkal csinálni. Tehát, hogy ezek az egész feltételrendszert akartuk megteremteni úgy, hogy ez a rendőrség és minden szabály hozzájáruljon, és ez egy szabályos dolog lenni, de a Dunán nem lehet ereszkedni, ezt tudni kell. Tehát ez mindenképpen rendőrségi engedély, és egyébként nagyon sok minden azért más engedély is kell. Most van rá ilyenre lehetőségünk, egyébként egyéb egyszer, ha ezt kihasználjuk. Így van. És ugye Nagymaros és Verőce között lesz majd a nagy csúszás. Közlekedés szempontjából mit ajánlottok a résztvevőknek? Jó kérdés. Nagymarosra... Igen. Lehet érkezni autó és lehet érkezni vonattal is. Mind a start, mind a célállomás úgy van kitalálva, hogy közel van a vasúthoz. Ráadásul a csomagokat át is szállítjuk. Tehát ha valaki vasúttal érkezik, akkor kap tőlünk egy zsákot, ami be tudja tenni azokat a ruhákat, amiket én nem akar levinni a vízre. Ezeket mi levisszük Verőcére, ott vissza tudja kapni, és onnan egyből fel tud szállni a vonatra. Tehát ezt meg is oldjuk. Azok, akik egyébként Nagymaroson parkolnak, őket busszal visszavisszük Verőcéről Nagymarosra. Tehát ez tavaly is meg volt oldva. Tehát szállítjuk is egyébként azokat, akik eljönnek velünk, tehát ez is megvan oldva. A tömegközlekedés abban a szempontból jobb, ugye, hogy mind Nagymaros, mint Verőce relatív kis települések a Dunakanyar szívében. Nagyon nagy számú autót nem tudnak befogadni,
hogy lehet, hogy kényelmesebb, de az autónak is egyébként fogunk majd parkolóját találni, tehát mennek már a tárgyalások is, bár azt mondom, hogy ezek is pozitív irányban állnak, tehát hogy lesz elegendő hely szerintem parkolni. Ez nagyszerű. Jelentkezni hogy lehet? Tehát kell előzetes regisztráció, ez hogy kell elképzelni? Abszolút regisztráció van, tehát mindenki nagyon szigorúan regisztrációhoz kötött. Meg tudjuk számlálni őket, meg tudjuk számolni őket, rendben tudjuk vízre bocsátani őket, és ugyanígy tudjuk kiszedni őket, tehát fontos, hogy ha 100 ember ülnek, akkor 100 is él. Jó lenne, ha 100-at. Biztos, hogy ez így is lesz. Persze. Úgyhogy nagyon-nagyon szigorúan, de egyébként bárki jelentkezhet, és várjuk szívesen. Még egy utolsó gondolat jutott eszembe, hogy nyilván az ilyen rendezvények, mert ezek nagyon kreatívak, hogy egyre népszerűbbek, ezt gondolom, tapasztaljátok már előzetes regisztráció, hogy hasonlóképpen az elsőhöz képes van valami infótok, biztosan többen lesznek. Biztos, hogy többen lesznek, hát most egyelőre akik jelezték, hogy jönnek az olyan 650 ember, ez már meg is hagyja azt a létszámot, amit mi egyébként le tudunk vinni, tehát milyen 4-500 embert szeretnénk levinni első körben, úgyhogy ez mindenféleképpen mindenkinek tanácsoljuk, hogy minél előbb regisztráljon, mert ugye egy van egy mellénykorlátunk, tehát ahány mellényünk van, kettő ugye a biztosító hajók száma sem mindegy, úgyhogy igen, most egyelőre 650 ember jelezte, hogy szeretne jönni a Facebookon, 4600 ember érdeklődik, tehát ez egy elég nagy szám. Vannak már regisztrációk, tehát a tavalyi számot már átléptük egyébként, azt már elértük. Úgyhogy igen, tehát odafigyelünk a regisztráció számra, mi ezt a 4-500 embert szeretnénk egyvinni. Minden évben szeretnénk lépni előre és fejlődni a programban, de pontosan lépésről lépésre, step by step szeretnénk haladni. Ez ugye maga a biztonság miatt is fontos, ugye egyre több olyan csapat kell, akik búvára rendelkeznek, mentővel, stb. Ugye erre is oda kell figyelni, meg olyan mellények minőségesen mindegy, és azért 4-500 mellényt beszerezni sem olyan könnyű egyébként, ahogy az ember ezt gondolná. Aki jelentkezni szeretne, hol teheti meg, milyen felületen? Ez elég egyszerű kérdés. Dunacsúszás.hu, ezt mutatjuk is a képernyőn, úgyhogy mindenféleképpen. Hát sok sikert hozzá. Köszönjük. Itt lehet, hogy kollégák is csatlakoznak. Igen, lehet, augusztus 6-a, ugye szombat. Így van, gyertek. Egy gyors kérdés, ha időjárás közben szól, akkor mi van? Hát ha időjárás közben szól, és annyira rossz az időjárás, hogy nem tudjuk megrendezni, akkor természetesen el lesz halaszva jövőre, és akkor mindenkinek visszatoljuk a pénzt, akkor ezt természetesen nem fog ugye megrendezésre kerülni. De ilyen nem lesz. Augusztus 6-án mindig jó idő a Dunán, úgyhogy 30 fok. Ezzel nem készülünk egyébként. Nem is kell. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget. Hello. Elérkeztünk finom hazai rovatunkhoz, és hát mi finomabb is lenne, mint az alma, és méghozzá Szobi alma, és hát remélem, hogy vendégünk megerősíti azt a mondást, hogy minden nap hatalma, az egészség hatalma. Azt valóban így? Minden nap ugye? Szobi alma, az orvos távol tarja. Igen, hát ez abszolút így igaz, ahogy mondja. Mit lehet tudni, ugye, ha jól tudom, jelenleg 15 hektár, az ültetvény, ugye? Az alma ültetvény ott szoba. Hát ez egy kicsit most már bővült, most már 18 hektárnál járunk, épp az idén készült el a legújabb ültetvényünk, és most már 18 hektárra bővültünk. És most már több mint 20 éve, hogy csinálják? Hát pontosan 2000-től csináljuk, és most jutottunk el odáig, hogy hát 18 hektár összejött. Milyen almafajtákat nevelnek? Hát ugye Magyarországon a legismertebbek azok az Idared, a Golden, a Gála, esetleg a Starking típusokat, de ezen túlmenőleg vannak teljesen új fajták, ami igazából még ismeretlen a nagy közönségnek. Ezt akartam megkérdezni, hogy rengetegféle fajta alma létezik. Ezt hogyan tudjuk egyáltalán kategorizálni, vagy hogy lehet ezeket elképzelni? Például itt is van nekünk almánk, az milyen alma? Hát ez nagy valószínűséggel az egyik, ez egy ilyen Pinova típusú valami lehet, a másik pedig úgy gondolom, hogy egy Jeromin. Uh-huh. Lehet. Nekünk nem is tudjuk, de biztos így. Nekünk is, is van. Elhiszük. Egyébként ilyen. Szóval mi meséljenek kicsit erről az alma különleges fajtáiról. Hát mondom, a hagyományos fajtákból, az igazából nagyon mennyiségeket ezekből a hagyományos fajtákból termelünk a magyar piac, ugye elsősorban, és a vevőink is elsősorban ugye azokat keresik, amelyeket ismernek. Aztán vannak újabb fajták, az injenceknek azért már olyan típusok, amik jóformán az országban is alig-alig találhatóak. Ilyen volna mondjuk egy Pinova, ilyen volna mondjuk egy Topaz, esetleg egy Wilton's Rediona Prince. Ezt miben most egy átlag alma, azt kérdezem, elmegyünk a boltba, veszünk egy almát, tehát hogy miben különböznek nyilván édességre, savanyúságra, a húsuk más? Hát igen, édesség, savanyúság, úgy, ahogy mondja, azon túlmenőleg esetleg a színében, más egyébben van, amelyik almai nagyra nő, van, amelyik kisebbre nő, tehát tulajdonképpen
és az ízléseket kielégít, az biztos. Mindegy. Nagyon finom almalevet is láthatnak itt a kedves nézők, amelyet elhozott nekünk. Önök ezt önök készítik, ugye? Tehát, hogy ez az önök te almáiból és az önök munkája. Igen, van egy kis légyártó üzemünk. Gyakorlatilag a termésünk a 90%-a az olyan étkezési alma, a maradék 10%-át dolgozunk fel, ami madárcsipet, színhibás, vagy éppenséggel a kisebb méretű, mint a piacnak szüksége van, abból almalevet csinálunk, 100%-os natúr almaleveket készítünk, semmiféle hozzáadó dolgot, édesítőszer, színezéket, semmit nem tartalmaz, csinálunk. Most már legalább 9-10 féle fajtát különböző gyümölcsökkel keverjük az almalevünket, gyümölcsvelőkkel pontosabban, körte, őszi barack, sárga barack. Igen, meg itt látom, ez a megy, ugye? Megy, szilva, mi egymás. Ez csak egyre finomabbá teszi. Igen, igen, általában 30% gyümölcsvelőt van benne, és a többi pedig az almalé. Tehát gyakorlatilag teljesen 100%-osan gyümölcsből készülnek ezek az italok. Az önök által megtermesztett alma hova kerül, vagy hol értékesítik, ugye? Hát az általunk megtermelt almának a java az külföldre megy, Szlovákiába, a szlovák nagykereskedők viszik el, és a szlovák multikba terítik. Az ott olyan 60-70%-a biztos, hogy Szlovákiába megy, és azt exportáljuk. Kisebb mennyiséget szállítunk néhány kamionnyit, esetleg Ausztriába. Uh-huh. Ez volt most a jelenleg a piac. Hát, úgymond a fölvevő piac a szlovák. Elsősorban, igen. És elsősorban. Hát nyilván a finom a magyar almát meg ott is szeretik. Igen, és az, igen, igen. Nos, egy kicsit még arról, hogy az alma jótékony hatásairól, mert nyilván ezeket is azért sokat lehet hallani, és ezek a mondások, amivel Marci is kezdte a beszélgetés, nem véletlen. Hát ez valóban így van, ugye? Hát ez, hát remélem, hogy így van, és az a szólásmondás alapján ugye ismerünk. Mondom, nagy alma fogyasztó. Természetesen, az biztos, természetesen. És nagy valószínűséggel igaz is, amit a Marci mondott. 2021-ben egy díjat is nyert, ugye? Vagy az év kertészete lettek. Jól hát tudom? Jelöltek voltunk. Jelöltek? Jelöltek voltunk a három jelölt közül, aztán végül is nem mi nyertük ezt a díjat, de úgy gondolom... Hát már ha közte van valaki a jelöltek igen. között, az igen, de úgy gondolom, hogy az is éppenséggel egy szép eredmény volt, hogy egyáltalán jelöltek közé beválasztottnak. Szintén szó esett a területről, meg arról, hogy most már nem 15, hanem 18 hektár, de ha jól olvassuk, azért a célok 2024-ig, azaz talán 20 hektár fölé is kerülni. Igen, igen, tulajdonképpen volna még egy 4 hektáros területünk, amit szeretnénk még beültetni. Oda már valami újabb fajtákat, rezisztens fajtákat szeretnénk, mindig kevesebb növényvédőszert kelljen felhasználnunk. 3-4 féle francia almát tesztelünk, ez már ugye itt van a kertünkben, és amelyik a legjobban bírja a mi talajviszonyainkat, a klímaviszonyainkat, azokat próbáljuk majd termelni a következő időszakban. Azt akartam még mondani, hogy biztos te is jártál arra, hogy megyünk és látjuk az út mellől már a... Igen, ezt említeni akartam. A körforgalmat? A körforgalomnál. Az óriás almát. Igen, például. Utána... Mert azt... Az a legnagyobb almánk, ami termett, igen, az egy olyan 2 méter magas. Hogy az? Igen, az a legnagyobb. Hát azt hiszem, a reklámnak is jó, talán meg. Abszolút. Rendszerességgel vannak nálunk almavásárok, ugye szeptember 25-e körülött, jó egy hónapig, és hát innentől az egy tájékoztató jelleggel. Hogy jó helyen jársz. Híre. Jó helyen jár, eltévedni túlságosan most már nem lehet. A másik, amit meg akartam kérdezni, az óriási hálók, amiket látunk. Tehát mekkora terület, több hely, minden, majdnem minden... Minden négyzetméter, minden fa fölött jégháló van. Azt a minden. Csak hogy ezt elképzelni tudjuk, ez mi anyag, vagy mi terület, vagy mi? Hát tulajdonképpen 18 ezer négyzetméter jelenleg, ami ki van feszítve, elsősorban ugye a jég ellen. Aztán de madarak ellen is véd? Madarak ellen is véd, aztán nagyon nagy problémánk volt nekünk a napégés, ez a 35 fokok, ezt már az alma igazából nem szereti, főleg ezek a régebbi fajták, és hát a napégés ellen is megvédi a gyümölcsöt. Igen, azt akartam is kérdezni, hogy ugye most ugye az időjárás az gazdálkodóknak nem túlságosan kedvezett itt az utóbbi időszakban, vagy hát aszályt is jósolnak továbbra is, hogy ez mennyire viseli meg az önök kertészetét? Hát mi úgy gondolom, hogy időben léptünk, megelőzvén ezt az extrém időjárást. Most készült el egy víztározónk, egy 5000 köbméteres víztározó,
az ipolyból nyomjuk bele a vizet, és az ipoly vízével locsoljuk tulajdonképpen a gyümölcsöseinket. Úgyhogy hála jó Istennek ez a probléma, ez kiküszöbölve. Mondjad, csak Marci. Azt szeretem volna megkérdezni, hogy aki mégiscsak, tehát elmondta, hogy ugye Szlovákiába, Ausztriába mennek a megtermesztett almák, de aki mégiscsak meg szeretné kóstolni a szobi almát, illetve ezeket a finom almaleveket, hol találhatja meg őket, vagy hova kell mennie? Hát ez Ipoly Damázs, a nagy almánál. A vásárunk az szeptember 25-től október végéig tart, ott folyamatosan nyitva vagyunk minden nap, és a vásár után pedig minden kedden és csütörtökön szintén lakosság részére értékesítjük föl a hűtőházunkban ezeket a termékeket. Mondani se kell, hogy hamarosan elkészül az Ipoly híd, nem mint hogyha most nagy távolság lenne, mert szerintem 20 perc alatt így felvidéken keresztül ott vagyunk, de az Ipoly híd elkészül, akkor még hamarabb el lehet Esztergomból jutni Ipoly Damázsra. Igen. Szinte egyenesen beönökhöz. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm én is a meghívást. Köszönöm szépen. Hát elszaladt az idő itt a napon. Igen, abszolút. Sokkal kellemesebb volt, kicsit hajókáztunk. Hajókáztunk is, ez nagyon tetszett nekem. Ne felejtjék el, hogy aki akar egyet csobbanni, meg csúszni a Dunán az augusztus 6-án megteheti. Így van, mindenképpen. És hát vagy pedig keresse fel ugye a Petőfi TikTokot, a Petőfi 200-at, hiszen nyomon követheti Petőfi Sándor mindennapjait. Így van, és ahogy azt megszokhatták, jelentkezünk majd, de most nem egy hét múlva, hanem két hét múlva jön friss adással a Nyári Szemle, akkor is bomba hírekkel, bomba meglepetésekkel és bomba vendégekkel várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra. Viszontlátásra, most pedig még hallgassuk meg Kollányi Zsuzsiékat, hiszen itt a műsor végén zenélnének nekünk egyet. Minden jót, viszontlátásra. Hiba vagy a Matrixban, idegen az ágyamban. Egy pillanatra elhittem, de csak csend vagy a szó után. Idegen a szekrényben lehet, érted, jöttem, elkésem. Hiszem még az álmokban, de már minden csontot fáj. Én vagyok itt veled, én leszek az neked. Én vagyok az, ki hozzád szól. Én vagyok az, már ismersz jól. Én vagyok a tánc az éjszakában. Én vagyok a hang, hát üvölts bátran. Én leszek a tenger neked. Én vagyok a jobbik veled. Összevesztünk álmomban. Hiba volt, én megmondtam. Csak mosolyogsz egy fényképen, egy tavaszi délután. Én vagyok itt veled, én leszek az neked. Én vagyok az, ki hozzád szól. Én vagyok az, már ismersz jól. Én vagyok a tánc az éjszakában. Én vagyok a hang, hát üvölts bátran. Én leszek a tenger neked. Én vagyok a jobbik feled. Csókolj szájon, csókolj szájon még egyszer. Úgy, hogy fájjon, úgy, hogy érezzem lélegzel. Csókolj szájon, csókolj szájon még egyszer. Úgy, hogy fájjon, úgy, hogy érezzem lélegzel. Én vagyok itt veled, én leszek az neked. Én vagyok az, ki hozzád szól. Én